túlérzékeny fájvirág, mondta magáról az a költő, akit én csak szemérmes költőnek hívok. Azért, mert nem tudta, hogy tud-e beszélni saját magáról, a saját érzelmeiről, a saját lelkéről, és más feladatokat tűzött ki célul maga elé, mint költő. Napokig tudnék róla beszélni, de most csak egy bizonyos aspektusát szemlélem az életművének. A költőt úgy hívják Arany János. A mai irodalmi teaházban ezt a különleges és óriási életművű embert egy picit abból az aspektusból vizsgáljuk meg, hogy miről is kellene szerinte a költőnek írnia. Az életmű maga nagyon későn kezdődik, hiszen Arany először is, mint szüleinek nagyon késői gyermeke, saját magát csinálta meg, és lett belőle fontos ember, jegyző. 23 éves ez a fiatal ember, amikor már egy kész érett férfi, feleséget is vesz magának, és elkezdődik 1840-től 48-ig egy olyan élet, amiben tulajdonképpen mind az erkölcsi, mind az anyagi megbecsülés az egyik legfontosabb pillér a számára, hiszen ez adja meg az életének a hátterét, a költői életének is a hátterét. Ugyanakkor nagyon jól látja, hogy szüksége van a magyar országnak, a magyar népnek arra, és a magyar nyelvnek is, hogy valamit a költészet által, a költészet útján teremtsen. Nagyon korán megírja a gondolatait erről a témáról. A népköltő feladata nem az, hogy elvegyüljön a durva nép között, hanem hogy tanulja meg a legfelsőbb költői szépségeket is a népnek élvezhető alakban adni elő. Tehát ez már egy olyan költői feladat, egy programpont, aminek Arany nagyon sokáig igyekezett megfelelni. Az ő igazi nagy robbanásszerű pályakezdése, az nem is az elveszett alkotmány volt, ami ugye a tulajdonképpen egy pályázatra íródott mű, és nem is igazán sikerült jól, egy hexaméteres komikus eposz, leginkább a Helység kalapácsának mintájára íródott. Vörös Marti például olyan lekicsinylően szól róla, hogy nyelve, verselése olyan, mintha irodalmunk vaskorát élnők. De aztán nem sokára keletkezik az a toldi, amivel egy csapásra megszerezte az elismertséget, és a neki olyan fontos, és irodalmunknak olyan emblematikus barátságot, Petőfi barátságát. Aztán, amikor már megvolt ez a költő, 30 éves volt ekkor Arany János, már is elismert irodalmár lett egy csapásra, akkor Petőfi kérdezte tőle, és kérte tőle a további irodalmi pálya újabb és újabb nagyszerű lépéseit. Már ekkor másként vélekedik. Először is magát a formát, a költői formát és a költői tárgyat szeretné megtalálni. A toldi az egy jó kezdés, de nagyon jól tudjuk, hogy milyen későn írta meg a további két részt is. Így van erről. Formát és tárgyat összhangzásba hozni, egészet alkotni. E tekintetben tudom, hogy áll régibb költészetünk, tudom, hogy én még itt a kezdők, úttörők közt állok. Minél jobban tágult látköröm, minél több műremekkel ismerkedtem meg a világirodalomban, annál jobban meggyőződtem, hogy mi hiányzik a mi költészetünkben. Forma. Ama benső forma, mely a tárggyal csak nem azonos. Érezni kezdtem, mi az, miben a mesterek Homértól Béranzséig egyeznek, bár külsőleg kor nemzetiségi viszonyok szerint oly különbözők. Ezt a valamit megfogni, magyar viszonyaink közt reprodukálni vala törekvésem. Soha nem volt elégedett a toldival, és azt is nagyon jól tudjuk, hogy először a toldi folytatásaként a végét írta meg, és aztán Petőfi unszolására a derekát, tehát a középső részt, a toldi igazi hőskorát. Az volt a harmadiknak megírt történet, a közepe a mesének. A
amikor Petőfi szintén azzal nyaggatja, hogy írjon verseket, hiszen verseket is tud, így méltatlankodik a bajusza alatt dörmögve arany. Végtelenül ügyetlen vagyok a lírában. Szörnyen bosszankodnám, ha valaki másnak oly esetlen verseit kénytelenítetném olvasni, mint az enyéim. Úgy érzem, mintha elveszne markomban a finom ujjakhoz szokott líra. Aztán meg hol is vennék én lírai lelkesedést? Prózai életmódom szinte flegmatikussá tett. Apró bajaim és örömeim nem méltók megénekelni. S bár családi életemben a boldogabbak közé számítom magam, ez a boldogság mégsem olyan, hogy jól tevő melegét folytonosan érezni lehet. Aztán még e boldogság is csak viszonylag a családi életet illetőleg létezik, azon kívül, ha az élethez mérjük, merő boldogtalanság és nyomorúság, de ez ismét nem olyan, mi indulatrohamokat állíthatna elő, hanem csupán csak eltompítja lassanként a lelket, s vér helyett flegmát csinál az emberben. Hozzá még a líra valódi kora 20-30 év tőlem oda van. Ifjú örömeim, keserveim, reményeim nincsenek, szóval a szív szerepe jobbadán el van játszva, s a főre kerül az uraság. Írja Petőfinek az alig 30 éves Arany János, szerinte már kinőtt a lírai verselésből. De aztán majd újra a lírához fordul, csak ennek nagyon komoly és nagyon véres és rettentes következményei vannak. Tehát először jönnek azok az okok, ami miatt Arany János újra lírai költővé válik, de ez már egy kicsit később lesz. Ez a pályakezdő útkeresés, hiszen későn vált íróemberré, tulajdonképpen 1850-ig a forradalom lecsengéséig tart, és elsősorban nem lírai költőként apostrofálja magát, hanem népköltőként, hiszen ezt a szerepet keresi. Így ír Petőfinek. Ha én valaha népies eposz írására vetném a fejemet, a fejedelmek sorából venném tárgyamat. Festeném a népet szabadnak, nemesnek, fegyverforgatónak, a fejedelmet atyának, patriarchának, elsőnek az egyenlők közt. Festenék szabad hazát, közös hazát, megtanítanám a népet, miként szeresse a hont, melyért előde vére folyt. Neki is áll többször ennek az eposznak, és ír is sokat, bár egyikkel sem elégedett, és van, amit csak az elején, egy jó felütés után félbe is hagy. Hát pontosan a bukás után válik aztán igazán egy kicsit jobban lírikussá Arany, hiszen ellentétben azzal, amit a költőségről gondol, hogy a saját fájdalmairól sem a tárgy nem megfelelő, sem az ő habitusa nem olyan, hogy bármiről is dalt zengjen, mint egy felmentést kap a bukás utáni rettenetes állapotban az alól, hogy saját magáról írjon. Magáról ír, de a haza keservéről ír egyben. Tehát igazából megindokolja, hogy miért lesz ő lírikussá. És a szubjektivitása tulajdonképpen objektív, hiszen egy vesztett csata utáni következményekről ír, amik benne így és így csapódnak le. Az, hogy Nagykőrösre került tanárnak, tulajdonképpen mondhatjuk nyugodtan, az életét mentette meg. Egyszerűen kiragadta őt abból a rettenetes lelki állapotból, amibe a csatavesztés után került, mint minden ember akkor, akinek ez fontos volt, és a munkába tudott temetkezni. Ez a munka pedig azért is volt fontos, mert ahelyett, hogy németül és latinul tanított volna, ő bizony magyarul tanított, és magyarul írt könyveket és anyagokat a tanítványainak. A nagykőrösi idők után a Pest következett az életében, és tulajdonképpen ez az időszak is az, amikor sokat ír. 1847 és 50 közt termi az első legfontosabb időszakát a lírájának, ugye azok még a hazafias buzdító versek voltak, és az 50-ig
terjedő versek pedig már azok, amik siratták a vesztes forradalmat. És elég hamar elkövetkezik aztán az az időszak, amikor 65 és 77 között hallgatásba burkolózik Arany János. Jól lehet, közte 1855-ben Vörös Marti elhunytával ő lesz az első számú lírai költő, és a nemzet klasszikusa. A feladatai is ehhez mértek, fontos embernek tartják, és a véleménye is fontos. Na, ezért volt olyan különleges az, hogy egyszer csak elhallgatott. A hallgatását tudta mivel indokolni, hiszen Piroska lánya is ekkor hal meg. Ugye ismerjük ezt a híres sztorit, hogy Deák ragaszkodott hozzá, hogy a kitüntetést is elfogadja, amit kapott pont 67-ben. Azt a kis bökverset írja rá, azt beszélik, rendjelt kaptam. Nem vetettem. Miért arattam? És hát tulajdonképpen ez a hallgatás, 12 évi hallgatás, bár meg volt ideologizálva azzal, hogy ő családapailag érzi magát rosszul, és nem akar szerepelni, azért mégiscsak összeállít egy verses kötetet. Ennek a verses kötetnek az előszava rendkívül szívhez szóló, szívszorító, így hangzik. Mint a patak, melynek útjába sziklatömbök hengerültek, egyszerre irányát veszti, egy része tóvá tesped, más része több ágra szakadva keresi a kifolyót, de különböző szerencsével, némely ágacska vékony hegyi csurgó alakjában menekül, más vadvízgyanánt bukkan elő, még egy darabig futva, posvánnyá lapul, vagy iszap és fövény talajban vészel. Úgy voltam én. Hajtott a munka ösztön, de nem találtam irányomat. Az a derült nagyobb munka, amely 1848 előtt hősi idilli képeket kezdett velem rajzoltatni, elvesztette rám varázsát. Más kedélyemhez s az általános hangulathoz illőbb tárgyat kellett keresnem. A kisebb költemények ez időtájt meglehetősen felszaporodtak, de minden kísérlet a nagyobbakat egész kitartással révpartra vonszolni csak fájdalmas elégedetlenségben végződött. Így lettem én, hajlamom, irányom, munkaösztönöm dacára, szubjektív költő, egyes lírai sóhajokba tördelve szét fájó lelkemet. 1867-ben a gyűjteményes kötete kiadásához írja ezeket a sorokat. Tulajdonképpen azt mondja benne, hogy nem találta meg azt az utat, amin igazán szeretett volna menni, és azt a hangot, amin igazán szeretett volna szólni. Azért ez elég szemérmes, és eléggé nagyra tette a mércét Arany János, hogy magával elégedett legyen. És aztán következik az az időszak, amiből most idézek két verset is, és ezek a versek nem az ismert aranyversek közé tartoznak. Az Őszikék című ciklus, ami egyébként nagyon érdekes, mert az őszikék az nem csak a virágot jelenti, hanem az utolsó fészek alja kis csirkét, ami kikel, és így hívjuk. Ők voltak az őszikék. A költőtárs unszolására Gyulai Páltól kapja ugye ezt a kapcsos könyvet, jó ravasz módon, hogy azt írja bele, amit csak akar, és mivel kapcsos és zárható, ezért senki nem fogja látni és megnézni. Na ekkor kezd el a már mindenről letett és lemondott Arany János igazán költő lenni, és igazán költő ilyen írni. Erről így ír Kosztolányi Dezső. Folytott vágyak reánehezettek, és hosszú évtizedekig bonyolult lelki folyamatokat gerjesztettek. Csupa fulladt és titkos mélység a lelke. Egy napon azonban mindesok kétség, a test és a lélek szenvedése utat tör magának, korlát és gát nélkül kirobban, és arany a kétségbeesés delíriumában dalolni kezd. Itt már a modern idők hangját hallani. Ez a harmonikus, epikai élet ragyogó lírai disszonanciával zárul. Tehát ebből a
az utolsó filozofikus és nagyon-nagyon érzelmi korszakból választottam két verset. Egy hosszút és egy rövidet. Kezdem a hosszúval. Ez a hosszú vers nagyon, nagyon különleges. És hát inkább olvasni, mint mondani, szerencsés. Most azért megpróbálom tolmácsolni. Honnan és hová? Mi rövid az élet? Mint hulló csillag futása, mely földünk körébe jutva lángra gyúl, és tűzbarázdát írva elszalad, gyorsabban, mint egyet pillantanál. Útja honnan jött? Hová visz? Míg sötét volt, s újra az lesz, a világűr végtelennyén hol bolyongott, és hová fog? Ki tudná megmondani? Míg tündöklött, addig élt. S honnan jössz te, lélek, mely csak e föld gőz körében vetve lángot addig fénylel, amíg éppen áthaladsz, bölcsőd és sírod homály. Akkor lobbanál e föld csak az állatban, s vélemulsz el, vagy jövél a végtelenből ismeretlen hosszú pályán, s visszatérsz azon megint. Ó, ha nem volt, és ha nincs e parányi csillogáson innen és túl folytatás, mi rövid az élet? Megfelelsz te, lélek. Volt idő, mikor tagadták a futamló csillagot. Semmi az, csak földi pára, lobban és fut és elég. Most a szellemet tagadják. Semmi az, csupán anyag, agyvelő vér és ideg összhatás, amely azonnal véget ér, ha szétbomol agyvelő vér és ideg. Az anyag a halhatatlan. Fűben, fában újraéled, összetársul, meg elszéled mindörökké szakadatlan, hanem e feltámadást a szellem nem éri meg. Ez üres hang, nincs sehol. Puszta réme ferde agynak, miért századok ránk hagynak, s csak zavarja a tudást. Ó, ti, akik jobb felemnek már e földön mély sírtástok, oly bizonyos hát tudástok, hogy helye sincs védelemnek? Nem mond ellen az a szellem, mely kutat, hogy támaszt lejjen megtagadni önmagát, s nem rettegné, ha meglelte, mit tudása így teremte azt az örök éjszakát? Jobb volna kissé várni, nehogy úgy találjon járni az a híres tudomány, mint ama gyors fénnyel jára, mit csillagnak vélt a golyhó, ő azt mondá, csak gyúlt pára, s ím, ma áll, hogy égi bolygó. Mi jöhet még ezután, ami annyi szívbe oltva élt, világ kezdete olta, mit remélt a hindu párz, amért lángolt annyi oltár, zengett Szionon a zsoltár, hogy nem addig tart az élet, míg alant a testbe jársz, hanem egykor újra éled, s költözzék bár fűbe, fába, vagy keresztül állaton, lesz idő, hogy visszatérhet régi nemes alakjába, megtisztulva, szabadon, vagy a boldogok szigetjén, mint hívé a boldog hellén, vagy az üdvözültek helyén, mint reméli keresztény, lesz dicsőbb folytatása. Én ezt meg nem tagadom. Mit hisz a tudós? Ő lássa földi pályám, ami nézi, annak immár vége lesz. Vissza senki nem idézi, s a rövid foglalatja ez. Mély homályban, éjfél tájban, kis fény is, ha nagynak tetszik, hogy a föld körén bolyongtam, egy barázdát én is vontam. Az emberek ráveték pillantásukat egy percig, s egy tudóstám megfigyelt, és lapjára sok száz jelhez, ahogy csillagfutást felvesz, könnyed vékony karcolással rólam is tőn némi jelt. Mire reggel ő sem ismer, s összevéti annyi mással a jövendő nemzedék, mely se kérditán, se tudja, nem is igen lesz rá gondja, hogy itt éltem, s a tömegben én is lantot pengeték.
1877. júliusában írja Arany János ezt az egészen kivételes, szerintem nagyon fantasztikus verset. Tehát gondolkodik, filozofál, és benne van az a nagyon-nagyon finom arany lélek, az az érzés, amit annyira szeretünk benne, és ami ő szerinte nem is annyira szeretnivaló. Pedig az. Egészen elképesztő az a régi kép, amit az öreg, pedig nem volt még annyira öreg költőről, egy fényképész csinál, és hozzá van ez a csodálatos vers. Így szól a vers. Hogy melyik arcképen választom rajzai közzől? Fényképíró úr, a botos és kalapost. Mint maradó vendég üls áll a többi nyugodtan, menni csak egy készül, útja van. Ez leszek én. 1880. márciusában keletkezik a kép, és 1882. októberében hal meg Arany János. De hogy egy kicsit vidámabb aranyverssel, és kevésbé ismert aranyverssel zárjuk ezt a mai délutánt, hát elolvasnám ezt a Világ című versét. 1852-ben írja, tulajdonképpen a rövid verziója ez ennek az előbb hallott hosszú filozofikus költeménynek. A világ. A világ egy kopott szekér. Haladna, de nem messze ér. Itt is törik, ott is szakad, sose féljünk, hogy elragad. A világ egy régi mente. Moly penész por összeette, folt sem állja, foldani kár, cérna után szakad mindjárt. A világ egy tói malom. Néha tengervize vagyon, néha csepp sincs, úgy kiszárad, amint kéne, sosem járhat. A világ egy vén muzsikás, nem tud ő már kezdeni mást, minden hangból húz csak felet, minden nap egy nótát feled. A világ egy rozzant csárda, rossz menedék, télbe fázol, nyárban ázol, mégis benne éjszakázol. Részeg ember ez a világ. Ötször, hatszor egy nyomba hág. Kész ugorni hegyen, völgyön, s felbukik a sima földön. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a kis aranyfelfedezésen, és hiszem és vallom, hogy Arany János összes költeményeit, mindet érdemes elővenni és lapozgatni. Nagyon szeretjük, és nagyon nekünk való. Köszönöm, hogy velem tartottatok.